Egy hétig tekinthetik meg az érdeklődők a Regioris Közhasznú Egyesület által a Történeti Kert, mint helyi erőforrás címmel szervezett kiállítását. Arról nincs pontos adat, hogy mennyi történeti kertet tartanak számon a szakemberek, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megközelítőleg 80 ilyen örökséggel rendelkezik. Érdemes tudni róluk, hogy vannak, és ez jelentsen számunkra örömöt, és jelentsen feladatot is, mert tudjuk, hogy ezeknek a történeti kerteknek a többsége jelen pillanatban meglehetősen méltatlan állapotban van, annak ellenére, hogy bővelkedik még mind a mai napig dendrológiai értékben. Általában ezekhez a történeti kertekhez kapcsolódik még ma is meglévő kúriaépület, vagy kastélyépület, hol megújult többnyire romos állapotban, de a kettő, azaz a történeti kert, illetve a műemlék épület képez együtt egy egységet, és egy értékhordozó és gazdasági potenciált. Éppen ezért lett a kiállításunk címe az, hogy a történeti kert, mint helyi erőforrás, mert olyan megvalósult rekonstrukciókat mutatunk be, amik arra világítanak rá, hogy közösségi szinten, vagy magánberuházásként is gazdasági potenciált jelentenek ezek a múlttal rendelkező adottságok, értékek. A megyei önkormányzat, illetve a megyei értéktárbizottság különleges hangsúlyt fektet a történeti kertek, illetve a kastélyok és a kúriaparkok megjelenítésére is. A kiállítás rendkívül jól illeszkedik abba a munkába, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság végez. Ezért is fontos a megyei önkormányzat számára a tálat, és így mindenben segíti a program megvalósulását. Minden ilyen kiállításnak és minden ilyen kezdeményezésnek, hogyha tudunk róla, akkor igyekszünk az élére állni, mert valóban minden olyan kezdeményezés, amely a megyei értékeit hivatott bemutatni, az természetesen a megyei önkormányzat számára is kiemelten kezelendő. Ez is természetesen egy ilyen alkalom, úgyhogy mi bármilyen hasonló kezdeményezésben partnerek leszünk a későbbiekben is, mert úgy gondoljuk, hogy egy közös célt, egy közös érdeket képviselünk, és még egyszer mondom, hogy ennek egy nagyon jó háttéranyagot, egy háttérmunkát tud adni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság, amelynek éppen most volt a kiállítás előtt bizottsági ülése, újabb két értékkel bővült az értéktár, így most már 94 értékről tudunk beszámolni. A Regioris Közhasznú Egyesület reményei szerint a program sikeres lesz, és vándorkiállításként mutatja be a nagy közönség számára a történeti kert tablóit. A kiállítással egy hétig találkozhatnak az érdeklődők Nyíregyházán.